estét kívánok! December 19-én kedd este a Tatai Televízió hírháttérműsorát, a hírszemlét látják. Tartsanak velünk! A térség legkorszerűbb fegyverrendszerét képviselik azok a harckocsik, melyekből az első 5 érkezett meg a Magyar Honvédség Klakka György első páncélos dandár laktanyájában napokban. A Leopard 2 A7 Hu a maga nemében jelenleg a technológia csúcsát képviseli. A több mint 63 tonnás monstrumokból a következő években összesen 44 darab érkezik az alakulathoz, ezen kívül a harckocsikkal azonos alvázon további műszaki mentőharcjárművek és hídvetők is állomásoznak Tatán. A Tatai Dandárnál már korábban szolgálatba álltak a Leopárdok, egy korábbi generációját képviselő eszközök. A 2 A4-esek főként kiképzési feladatokat látnak el. A harckocsik érkezésekor Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter elmondta, az új harckocsikkal a Magyar Honvédség belép a 21. századba, és ez egy újabb mérföldkő a honvédelmi és haderőfejlesztési programban. Mai nappal új időszámítás kezdődik a magyar haderőfejlesztés történetében, hazánk egész történetében. Megérkeztek a várva várt Leopárdok, a magyar haderőfejlesztés koronaékszerei. A Leopard 2 A7-es, amely a magyar speciális igényekre fejlesztett harckocsia ennek a kiváló német cégnek, ez ma méltán mondhatjuk, hogy a világ legmodernebb harcjárműve. Az, hogy ma itt állhatunk, az nagyon komoly előkészítő munka előzte meg. 2016-ban már elindult az a folyamat, amelynek hatására létrejöhetett az a szerződés, amely lehetővé tette, hogy ezek a Leopárdok ma itt Magyarországon hadrendbe álljanak. Köszönet ezért az előkészítő, felkészítő munkáért, a tárgyalásokért, és mindazért, amely lehetővé tette ezt az utat bejárni és lezárni. Köszönjük a Krauss Maffei Wegmann cégnek kifejezetten ezt az eltökélt és kiváló szakmai munkát, amellyel várakozáson felül támogatta a magyar haderő fejlesztését és a Leopárdok, illetve a kapcsolódó eszközök Magyarországra érkezését. A munka oroszlán része azonban csak most kezdődik. 2020-ban már megérkezett az a 12 darab felújított A4-es Leopárd, amely alkalmat adott a magyar katonáknak, hogy megismerjék a korábbitól lényegesen különböző német páncélos technikát, és felkészülhessenek ezeknek a nagyon modern új eszközöknek a rendszerbeállítására, alkalmazására, üzemeltetésére. Ezek már egy egészen új világot képviselnek, még az A4-esekhez képest is, és a német haderőnélben alkalmazottaknál is modernebb eszközök. 2023 és 2028 között 44 darab Leopard A7-es fog Magyarországra érkezni, 5 darab vízent műszaki mentőjármű és 3 Leguán hídvető, valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő tartalékalkatrészek, speciális eszközök és szimulátorok, ezzel téve teljessé a megújuló magyar páncélos fegyvernemet. A Leopard több mint 20 ország haderének a gerincét képezi, és ez a változat, amelyet most átveszünk, ez képezi az alapját a Leopard továbbfejlesztésének, az A8-as konfiguráció elkészítésének. Ez az eszköz számtalan olyan képességgel rendelkezik, amely megkülönbözteti a versenytársaitól. Kiváló optikáinak és vezetés-irányítási rendszereinek köszönhetően könnyen átlátja a harcmezőt, és fel tudja deríteni a reál leselkedő veszélyt ezáltal, túloldó képességét és hatékonyságát a legkiválóbbak közé helyezi. Rétegzett, nehéz páncélzattal bír, és a küzdőtértől eltérő lőszertároló biztosítja a kezelő személyzet biztonságát és túlélését bármilyen helyzetben. Ez az eszköz, amely majdnem 70 tonna, 70-nel tud menni különleges terepkörülmények között is, 450 kilométert lefedve. És nem hagyjuk egyedül, hanem rendszeresítjük mellette a szintén itt látható támogató műszaki mentő vontató járművet, a vizentet, és azt a hídvető képességet is, a Leguánt, amely a családelvűség miatt 2 A Leopárdos alapra épül, és akár 50 méter
hosszú hidat is le tud vetni, hogy a leopárdok áthaladjanak rajta. Tehát beérni látszik az a munka, amelyet sok évvel ezelőtt megkezdtünk. A kritikusok elhallgatni látszanak, a magyar haderő fejlesztése egy korszakváltáson megy keresztül, és egy új minőséghez érkezett. Nem is csoda, hiszen környezetünkben a veszélyek egyre másra mutatkoznak, keleti határainkon háború dúl, Közel-Kelet lángba borult, és olyan migrációs nyomás helyezedik ránk, amelyet hosszú évek óta nem láttunk, folyamatosan fokozódik, és ki tudja még, hogy mi következik, amivel szembe kell néznünk. De számunkra a magyar emberek biztonsága a legfontosabb, és ezt egy felkészült, jó kiképzett és megfelelő eszközökkel ellátott magyar haderővel lehet csak és kizárólag elvégezni. Ezek a harckocsik ma a legkiválóbb kezekbe fognak kerülni. A Magyar Honvédség Kapka György első páncélos dandárjának kiválóan képzett katonáihoz, akiknek köszönöm az eddigi kiváló szolgálatát, és erőt és egészséget kívánok, és Isten segítségét ezeknek a harckocsiknak a használatához. Nagyon figyelünk erre az alakulatra. Most is zajlik az a kampányunk, Embert a Vasra, amely arról szól, hogy az újonnan beérkező technika mellé a legkiválóbb magyar fiatalokat vonzuk be a magyar hadseregbe. A PZH 2000-es önjáró lövegek mellé toborzunk most tüzéreket, és reméljük, hogy a most ezekkel az eszközökkel gazdagodó páncélos fegyvernem is sok magyar fiatal jövőjét fogja jelenteni. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a rendkívül fontos munkában, és nagy megtiszteltetés számomra is, hogy hazánk nevében átvehetem a Leopárd 2A7-eseket. Könnyelműbbé, figyelmetlenebbé tehet az ünnepi időszak, ezt használják ki leggyakrabban a csalók, betörők és tolvajok, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai szerint. Ebben az időszakban jellemzően a zseblopások, a gépjárműfeltörések, a lakásbetörések, a trükkös lopások megelőzésére, illetve az adománygyűjtőkkel és az internetes vásárlással kapcsolatos információk megosztására fektetik a hangsúlyt. A legmegszívlelendőbb jó tanácsokkal ezúttal is Racsné Galambos Gréta, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője szolgált. Elsősorban az online vásárlások bonyolításánál, mivel egyre nagyobb teret hódít ez a vásárlási forma, sokan szeretnék elkerülni a zsúfolt bevásárlóközpontokat, időt szeretnének ezzel spórolni. Ez egyébként egy nagyon jól bevált módszer is lehet, de nagyon elővigyázatosnak kell lenni, hogyha valaki interneten keresztül vásárol. Az első és legfontosabb, hogy mindig megbízható oldalt választanak. Legyen gyanús az, hogyha a honlapon lévő szöveg magyartalan, gyanús az, hogy valamilyen fordító programmal fordították. Mindig érdemes a hozzászólásokat, a kritikákat elolvasni az oldalon, hiszen az is gyanút kelthet, hogyha egy honlapra csak pozitív hozzászólások érkeznek, de hogyha valamely oldalt sokan kritizálnak, a termékekkel kapcsolatban problémák merülnek fel, akkor ez is megszívlelendő, hogy esetleg egy másik honlapról lehet érdemes rendelni. Hogyha már lebonyolítottuk a vásárlást, kiválasztottuk a terméket, akkor mindig utánvétes fizetési módot választanak. Semmiképpen ne fizessenek előre, hiszen utólag, hogyha megérkezik a csomag, és mégsem azt kapták, amire számítanak, vagy rosszabb a minősége, akkor utólag sokkal nehezebb ezt becserélni, vagy a pénzt visszakapni, illetve attól is mindenkit óva intenék, hogy bankkártyával fizessen bármilyen oldalon is. Ugye sokszor lehet azt tapasztalni, hogy más oldalra navigál egy adott webáruháznak a honlapjáról minket a weboldal, és itt kérnek olyan bankkártya adatokat, amelyeknek a birtokában az egész bankszámlához hozzá tudnak a csalók férni. Tehát ez nagyon fontos, hogy legyenek elővigyázatosak. Bankkártya adatokat, bankszámla adatokat, személyes adatokat soha nem adjanak meg internetes felületen. És hát az ünnep kapcsán nagyon sokan a jó indulattal, meg a jó akarattal is visszaélnek. Igen, így van, adománygyűjtőkkel is találkozhatunk ebben az időszakban, fokozottabban talán, mint az év más időszakaiban.
Ami nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az adománygyűjtők az hivatalos módon és tényleges szervezet nevében eljáró adománygyűjtők soha nem kérnek készpénzt. Mindig valamilyen más módszerrel kérik ezt, akár csekken, akár utalással, de készpénzt soha. Tehát, hogyha leszólítanak minket az utcán, és bármilyen indokra hivatkozva készpénzt szeretnének tőlünk kérni, az minden esetben legyen gyanús, illetve találkozhatunk olyannal is, hogy valaki házhoz megy, és becsöngetnek, bekopogtatnak a lakások házak ajtaján. Itt ugyanúgy, mint ahogy már sokszor a trükkös lopásokra is felhívtuk a figyelmet, ugye az adománygyűjtés mögé bújva történt csalás is a trükkös lopásnak az egyik módszere lehet. Nagyon fontos az, hogy az ünnepi időszakban se engedjenek be idegent az otthonukba, bármilyen indokra hivatkozna is. Egyéb értékeink mikor és hogyan lehetnek még veszélyben? Ha valaki mégsem az online bevásárlást választja, hanem nyakába veszi a várost és elmegy bevásárlóközpontba, piacra, akkor nagyon fontos, hogyha tömegközlekedési eszközön utazik, akkor ott is vigyázzon a táskájára, a mobiltelefonjára, az iratokat, a mobiltelefont, a pénzt, a soha ne tárolják egy helyen, ezek legyenek külön, illetve még mindig találkozunk olyan megoldással, hogy a bankkártya mellé felírják a PIN-kódot, ez egy nagyon rossz választás, hiszen ha nem is ellopják tőlünk, de elhagyjuk valahol a kártyánkat, akkor rögtön a PIN-kódot is a megtaláló kezébe adjuk. Illetve amikor már megérkeztünk a bevásárló központhoz, ahol a vásárlást bonyolítjuk, itt is nagyon fontos, hogy a táskánkat ne hagyjuk őrizetlenül, hogyha rátesszük a bevásárló kocsira, akkor azt ne hagyjuk felügyelet nélkül. A farzsebünkbe, a kabátnak a külső zsebébe ne tegyenek semmilyen értéket, illetve csak annyi pénzt és csak azt vigyék magukkal a vásárlásra, amire tényleg szükségük van. Az ünnepek alkalmával sokan akár sok-sok kilométert utaznak is, ugye, hogy a rég nem látott szeretteiket találkozhassanak. Ha magára hagyjuk az ingatlanunkat, milyen óvintézkedéseket tehetünk? Az első és a legfontosabb, amit talán mondani sem kéne, de mégis szükséges rá felhívni a figyelmet, hiszen sokszor talán a kapkodás miatt kimarad ez a nagyon egyszerű mozdulat, hogy az ajtókat, ablakokat be kell zárni. Idegeneknek soha ne beszéljenek arról, hogy napokra őrizetlenül marad a lakás, illetve érdemes egy közeli hozzátartozót, barátot megkérni arra, hogyha hosszabb időre elutaznak, akkor a postaládát ürítsék, takarítsák el a havat az ajtó elől, a ház elől, és ezzel azt a benyomást lehet kelteni, hogy a házban vannak, és nem tudja mindenki az utcában, hogy távol vannak, illetve hogyha elutaznak, akkor a közösségi médiában, a különböző oldalakon ne posztoljanak fényképet, amiből mindenki számára egyértelművé válik, hogy nincsenek otthon, illetve hát utazás során is felkészültnek kell lennünk, mindenképpen készítsék fel az autóikat a téli időjárásra, tájékozódjanak, mielőtt elindulnak, hogy milyen forgalmi torlódások vannak, milyen útfelújítások, illetve hát a úgynevezett kötelező tartozékokat ilyenkor a téli időszakban, a hólapát, a melegtakaró, egy termosz melegtea, ezeket mindig tartsák maguknál. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, hírháttérműsorunkat, a hírszemlét látták, a folytatásban pedig sport, viszontlátásra!